Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket az apostol szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő legszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól, a Szent Lélektől. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén, Isten magasztalására és lelkünk épülésére énekeljük a 165. dicséretünk első versét. A 165. dicséretünk első versében így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek! Oh,
harmadik rész első 15 verséből, hogy miképpen szól hozzánk Istenünk igéje Mózes második könyvének harmadik részéből, az első 15 versből, hallgassuk meg figyelemmel, alázatos lélekkel, helyünket elfoglalva. Mózes pedig apusának, Jetrónak, mindjárt apjának fiait megeltette, egyszer a juhokat a huszár útra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Húrehez. Megjelent neki az Úr angyal a tűz lángjában egy csipke bokor közepétől. Látta ugyanis, hogy a csipke bokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipke bokor. Akkor Mózes ezt mondta magában. Oda megyek és megnézem ezt a nagy csodát. Miért nem ég el a csipke bokor? Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, megszólította ő Isten a csipke bokor közepéből is, ezt mondta. Mózes, Mózes! Ő pedig így felett, itt vagyok. Isten ekkor ezt mondta. Ne jöjj közelebb, old le sarudat a lábadról, mert szemtől az a hely, ahol állsz. Majd ezt mondta. Én vagyok Atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Ekkor Mózes eltakarta az arcát, mert fél rátekint. Úr pedig azt mondta, megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam segély kiáltásokat a sanyargató miatt, mert ismerem a fájdalmat. El is vettek, hogy kimentsem őket Egyiptom kezéből, és elvigyem őket arról a földről, egy jó és tágas földre, teljes és vízzel folyó földre, a Kánaán, a Hetita, az Emóri, a Perizi, a Hívi és a Jebus. Bizony eljutott hozzá Izrael fiainak segélykiáltása. Látom is, hogy mennyire sanyargatják őket a Egyiptomból. Most azért menj, elküldelek téged a fáraóhoz. Vezess ki népemet Izrael fiai Egyiptomból. Mózes azonban ezt felelte ennek Istennek. Ki vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kivezessem Egyiptomból Izrael fiait. De Isten azt mondta, bizony, én veled leszek. Ez lesz annak a jel, hogy én küldök. Amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok áldozattal szolgálni is. De Mózes azt felelte Istennek. Ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom neki, atyáitok, Istenek küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjam neki? Isten ezt felelte most. Vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta, így szólj Izrael fiaihoz, a vagyok küldök engem hozzá. Még ezt is mondta Isten Mózesnek, így szólj Izrael fiaihoz. Az Úr atyáinak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene küldött engem hozzá. Ez az én nevem mindörökre, így szólítsatok engem, nemzedékről nemzedékre. Ez az én nevem mindörökre, így szólítsatok engem, nemzedékről nemzedékre. Amen. A minden kegyeletet Istene, tegye áldottá az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását, hogy által sok és áldó gyümölcsöt teremjünk, az ő dicsőségére, országa építésére és embertársaink javára. Gyertek testvéreim, ezért! Mennyei édesatyám, az Úr Jézus Krisztus által a Szentlélek közösségében áldunk és magasztalunk téged, hogy íme te összegyűjtötteted a nyájadat, a népedet, de a közösségbe, a gyülekezet közösségébe. Köszönjük, Urunk, hogy szólhat a te igéd, itt is, az online térben is, közösséget formálsz. Úrunk Istenünk, te látod, hogy mi van a mi szívünkben. Mi az, ami öröm most ott dobog bennünk. Mi az a bánat, az a gyárt.
gyász, az a fájdalom, amely elvonja a mi figyelmünket. Kérünk téged, engedd, hogy most mindent letegyünk. Mindent elengedjünk, amit olyan bölcsösen fogunk a mi életünkbe. Örömeink, a fáradtunk, a fájdalmunk, a gondjaink, megállva ebben a hajlékban, ebben a szent órában meghalljuk a te útmutatásodat. Meghalljuk segítő, támogató szavadat, meghalljuk feltett kérdéseinket, tőled jövünk válasz. Tudunk, így kérünk, adj nekünk nyitott szívet, befogadó lelket, hogy meghalljuk a te hangodat, megérezzük a te lelked közösségét, amely át meg át akar járni velünk. Urunk Istenünk, így légy jelen közöttünk, igény és szent lelked által, most is örökké. Amen. Drága testvéreim, igen hirdetésre készülve énekeljük a 89. Zsoltárunk első versét. A 89. Zsoltárunk első versét, mert így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké énekel. És közben megkérem gyermekeinket, hogy fáradjanak át a gyermek foglalkozásra. Thank you.
Krisztusban, szeretett testvéreim, kedves ünneplő gyülekezet, én veled leszek. Így biztatta az örökké való Isten Mózes az égőség bokorkára, aki aztán hitte is, meg nem is. Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. E szavakkal fordult Jézus a tanítványokhoz, a feltámadás után. Máté evangéliumának utolsó mondata lesz. És mai igény, mintha Máté evangéliumának folytatásaként született volna meg. Egy héttel ezelőtt a halál bilincseinek leoldásáról szóló húsvéti evangéliumot, örömüzenetet hallottam. De múlt vasárnap talán még túlságosan fülünkbe csengtek a fájdalmak útján gyökerődő Jézus Krisztus szavai. Hirdettük a feltámadás evangéliumát, örömüzenét, miközben még előttünk lebegett a megfeszítés, a kínhalál. Most egy kis távolságra az ünneptől végre a diadalmas Krisztusra emelhetjük tekintetünket, aki előtt nem állhat le sem hatalmasság, sem semmilyen erő. Mai igény az értünk szenvedés vállaló is győzelmes Krisztus hirdeti számunkra. Drága testvéreim, a Kolossé környékén élő gyülekezet, keresztény közösség, majd 2000 évvel ezelőtt hasonlóan hozzánk egy elbizonytalanító közegben élt. Egy elbizonytalanító közegben szembesült. Viták terhelték meg a gyülekezet közösség. És drága testvéreim, ezt valahol könnyen el tudjuk képzelni is, hiszen valljuk meg, bennünk is olykor előtör a kétel. Elér bennünket valamilyen családi dolg, életválság, vagy éppen egy munkahelyi válság, megkötöl egy fájdalmas betegség, a gyász fájdalma, és tudjuk vajon mindenre van erőnk a Krisztusban, de mégis oly sokszor mi magunk is félünk. Rettegünk. Hallgatjuk a híreket, figyeljük, hogy mi történik ebben a világban, nem messze, és reméljük, hogy Isten mindent lát, és mindent kézben tart, elég utóbb gondoskodó szeretetével körül lesz bennünket, de mégis azért pont gondoskál az emberben, tényleg mindenen átsegít bennünk. Tényleg mindenre van erőnk Krisztusban. Gondoljunk most Mózesre, aki kiszolgáltatott helyzetében elmenekült, talán már lassan elfelejtjük, hogy milyen volt az egyiptomi udvarban az élet, milyen volt az a pillanatnyi gondtalan élet, és most egyszer magában pontosabban apósa juhaival mendegére Pannukból a pusztába. Végül eljutott a Húrá hegyéig, és ott megjelentett hogy a segítségség. Vajon élt még benne a nem? Nem tudjuk. Nem tudjuk. Csak azt, hogy nagyon nehezére esett elfogadni azt a feladatot, amit Isten. Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene adott. Elküldte őt az Úr arra a földre, ahonnan korábban rettegve, félelemben, telve menekült el. Ráadásul egy olyan Isten küldi őt, akire ő még csak rátekintve is ember. Eldobalt az arcát, megrettegett Isten jelenlét. Küldi az az Isten, akiről csak annyit tud, hogy ő van, hogy ő létezik. Találkozás meg. Létezik, pedig olyan rossz.
melyik volt a lehetett Mózes számára? Megtanulni, hogy van, vagy elhinni, hogy ennyi. Drága testvéreim, hogyha a kolossai gyülekezetet tekintek, akkor ugyanez a kérdés fogalmazódik meg. És akkor is, hogyha a mi közösségünkre, közösségeinkre, vagy a jelen gurunknak szemlélünk. De valójában ez a két kérdés nem is kettő, hanem egy. Ahogyan is Isten a szent és tökéletes van, akkor elég is minden. Kolossi gyülekezetben is ennek a megértése ment nagyon nehéz. Nem vitatták, nem mondták kérdőre Istennek a hatalmát, hiszen megérték. Pál apostolon keresztül az Isten igéje dolgozott ebben a közösségben. Nem alakult a gyülekezet. Nem mondták kétségbe az Isten hatalmát. Átérezték Krisztus áldozatát, csak éppen nagyon sokan voltak a gyülekezetben olyanok, akik úgy látták, úgy gondolták, hogy biztos, ami biztos. Hogy kell azért még emelni valami más is. Nem lehet, hogy csupán elég lesz. Kell valamit még, ami emberi oldalunkból is hozzátenni. Egy kis emberi rásegítés. Saját kiválóság bizonygatása, hogy én ilyen nagyszerű vagyok, gyülekezet közösségének, önmegtartóztatás, komolyan vett bőjt, a napok számolgatása. De valljuk meg, hogy nem idegen az efféle gondolkodás a keresztény embert. Amikor keresztény életünkben Krisztus érdemén kívül próbálunk magunk is begyűjteni néhány jó pontot. Nem sértésképpen, mert nem akarjuk megsérteni a hatalmas Istent, hanem a biztonság elvét. Hát miért? És ilyenkor mindig elfelejti a keresztény ember, pontosabban elterelődik a figyelem a keresztény ember életében arról, hogy Krisztus az ember minden bűnért tökéletesen elengedte, ahogy a hegyelmi tárgyalunk. Erősödjük meg a hitünkben is, legyünk készek megvallani. Isten Krisztus áldozatát elfogadta. Ez az áldozat tökéletes is, nekünk nem kell ennél nagyobb bizonyosság. Mert ez nekünk minden. Drága testvéreim, Isten útnak indította Mózesnek a pusztában, akinek meg kellett állnia az ő el nem ismerő nép előtt, és meg kellett állnia egy telj hatalmú úr előtt a fáraó előtt. Maga biztos, bízott magára, ez a Mózes. Már mindannyian tudjuk a választ, hogy nem. Hiszen a kérdései mind arra utalnak, hogy ő nem akarja ezt a feladatot. Jó, neki rasszolgott a pusztába, rendegélt belelőtt a kókat, nyugodt élet, csak a vadállatokra kell figyelni, a rablókra kell figyelni, senki másra nem kell figyelni. Végig nézzük az életét, akkor észreveszünk, hogy aztán a saját népével szemben nehezebben jutott időre, mint a fáraó. Saját népe az övéi képtelenek voltak túllátni a pillanatban, a szorongató élethelyzetben. A rabságukról azt hitték, hogy örökké fog tartani, hogy örök szolgaság. A vándorlásokból meg azt gondolták, hogy vég nélküli bolyongás, menetelés, hogy soha nem lesz így. Drága testvéreim, olyan kell vennünk azt a leckét,
amit ebben a népben elég tározó Isten. Tehát az ember hajlamos a körülményeire, sorszerűre tekinteni, és örökre gondolni azt, ami a jelenlegi világban pillanat. Ha csak egy emberöltőt tekintünk vissza, akkor nagyon szépen kirajzolódik előttünk, hogy rengeteg dolog, ami ott akkor elképzelhetetlennek tűnt, az ma a valóság. Ma olyan hétköznapi, olyan természetes, mint a levegőinte. És ott akkor, amit öröknek gondoltak, az elmúlt. Az nyúlott. Nehéz elképzelni Isten időszámításával, és az ő dicsősége felől szemlélve a látható világban, a látható világ rendjében nincsen örök, nincsen maradalom, nincsen változhatatlan földi rend. Filozófiák, szellemi irányzatok, gondolatok, elméletek jöttek bennek, akárcsak irodalmak és kultúrák. De idővel mind semmi. Sajnos az ember véglegesnek tekinti azt, amiben van, azt a pillanatnyi valóságot. És ezért időnként ér meglepetés, ér bennünket meglepetés. Kolossi egy gazdaságilag sikeres régiós város volt, ahol a római hatalmat, a római szellemi nagyságot nem volt szokás megkérni. Pál apostol, ki nagyon jól ismerte ezt a hatalmat, ezt a szellemi nagyságot, mikor megírja a levelét, akkor nem a római birodalom mögé bújik. Ellenkezőleg arra többentik rá a gyülekezetet, hogy minden földi hatalma, minden földi emberi bölcselkedés semmi. Krisztus a kereszten minden hatalom, fejedelemség is erő fölé kereke. Egyedül ő állam, és egyedül ő a gyűzelelmes, akinek megkérdőjelezhetetlen a tilalmat. Ahogy itt a templomunkban lévő tábla is mutatja, mert Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökként ugyanaz. A folyton változó már követhetetlen világunkban, ő az egyetlen biztos pont mindannyiunk számára. Krisztus áldozatának ismerete nélkül, Istentől elidegenedve csak bolyong az ember. Remélve hátha, hogy a holnap jobb lesz, mint a ma. Valahogy úgy, mint Mózes, ott a pusztában, hogy bolyongott, apósanyban. De az Istennel járó ember megszabadul a nyomasztó terhet. Célt lát maga előtt, megtanulja helyünkkel kezelni a problémáit, röviden elkezdi élni az életét. A Krisztustól kapott élet. És igény ezt a felszabadulást a keresztre szegezett adós levél képével szemben. Drága testvéreim, a római világban az adós levelek a lét bizonytalanság dokumentumai volt. Persze valahol nem ismeretlen nekünk ez, ha egy család, egy vállalat, egy ország adósság terhét úgy, akkor minden mozdulatát, minden szolgát ezt határozza meg. Amikor a kolossi levél megszületett, ez a kép mindenki számára ismerős. De ha lehet ilyet mondani, akkor az ő tartozásuk, tartozásai még súlyosabbak voltak, mint amiket ma mi hordozunk. Aki tartozott, ott akkor abban a világban, mérhetetlenül ki volt szolgálat. Kölcsönének dokumentuma kézről kézre járt, fizetőeszköz,
És sokan azt sem tudták biztosan, hogy kinél van, ki fog majd betoppanni, hogy behajtja az adósságot. Az ókori világban többször volt olyan, hogy könyvtárakat, levéltárakat gyújtottak fel az emberek. Pontosan azért, mert így akarták semmissé tenni az életüket kulcsba kötő dokumentumot. Értjük-e, drága testvérek? Mit meg kell tenni, ha valaki megszabadítja a bennünket adósságot? És pontosan erről beszélnek a Kolossi levélben. Hogy Krisztus minden adósságunkból elszabadult. Krisztus pontosan ezt tette. Akkoriban Pál apostol által használt kép nagyon megrázott volt. A keresztre szegezett adóslevél világosan rögzíti az adósság tényét, hogy tartozásunknak Isten a fiát adta mindazokért, akik késznek hittel felelni a hívó szóra. A kereszt emlékeztet az árra. Mert Jézus nem elcsalta, hanem megfizette tartozásokat. Az érvényt vesztett dokumentum ott van. Köszönjük a hívót. Krisztusban szeretett testvérei, húsvét vasárnapján még fülünkbe csengett Jézus Krisztus fájdalmának, gyötrődésének nagy tételi hangja. Most egy hét távolságra az ünneptől megérjük. A kereszt és rajta az adóslevél Jézus Krisztus diadalát hirdeti mindannyiunk számára. Nem a megfeszítő győzte, nem a kiáltozók, a gúnyolódók, a csúfolók győzte, hanem ő, aki a fán függött. Életét elvetni, mégis benne elvetni életet. Itt a földi valóságban, és az örökké valóságban is. Titokzatos dolog ez. Titokzatos valóság, amit csak a hitünkkel tudunk megragadni és elfogadni, értelmezni az illetőt. Drága testvéreim, hadd mondjam azt, hogy ez elég. Nem is kell ennél több. Igény megerősíti, hogy az övé vagyunk mindannyiunk. Az ő gyermek, az ő legelőnek járja, általa életünk nyerjük. Mert aki Krisztusban van, új teremtés. A régi elmúlt, és íme új jött létre. És íme új jött létre. Amen. Gyertek testvéreim, neveljük ezt szívünket, és adjunk hálát a bennünk. Kegyelemnek és irgalomnak Atya, áldunk és magasztalunk téged, a te győzelmedért, a te diadalodért, melynek nyilvánvaló jele a kereszt, az üres sír, melynek nyilvánvaló jele Jézus Krisztus jelenléte, az ő szent lelke sírját. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy te, mint jó édesapa, újból és újból odahajolsz hozzánk. Gyávolítasz, támogatsz, elmutatsz nekünk a mindennapokat. És köszönjük, Urunk, hogy te mélyen bele nyúlsz a mi életünk. Átmegy, átjárod a mi életünk. Hogy ebben a ködös világban
bizonytalanságainkat, a kérdéseinket, a kétségeinket, az örömünkkel és a fájdalmunkkal, egész életünkkel oda mennünk hozzá. Mert te meg akarsz hallgatni bennünket. Mert te minden tudsz rólunk. Kihez mehetnénk? Kihez futhatnánk? Ki erőt, vigasztalást nekünk adni. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy a te diadalodban, a te győzelmedben újból és újból részesítesz bennünk. Hogy életünk minden nehézsége, közepette ott lehet, te örömünk, amely nem csupán egy érzés, nem csupán egy pillanat ebbe a földi valóságba, hanem egy magatartás. Egy szüntelen Istenre figyelő állat, kapcsolat, a közösség nem szakad meg akkor sem, amikor hiba van a gépezet. Amikor a világi dolgok zaja elnyomja a te hangodat, ami fülünket. Ez az öröm magatartás segít bennünket. Hogy reált hangulunk. Keressük a te akaratot, a te utadat, meg a világnak a ködébe, hogy meglássuk a te világosságot, és hogy egymás számára is ilyen világító mester legyünk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy te így ragadsz meg bennünk, Te légy a gyámoljunk,
a gyógyító, a vigasztaló testvéreink számára. És imádkozzunk a mi gyülekezetünk. Gyülekezeteink, a mi közösségeink, hogy tudjanak tere átmutató jelvé lenni ebben a világban. Mert a világ várja és sóvárja az Isten fiainak megjelenését után. Addunk, hogy gyülekezetünk, közösségként, egyen-egyenként, nincs esetleg tudjuk lenni ebben a világban. Így hozzuk elé református egyházunk, magyar nemzetünk és ezt a teremtett világot. Adj nyitott szívet, befogadó lelket, hogy ez a világ, benne a téged kutató, utána kutató ember megtalálja a téged. Szent fiadért, a mi úrunk Jézus Krisztusért kérünk, hallgassunk minket. Amen. Most pedig néhány pillanatig magunkban imádkozunk, tárjuk el kérdéseinket és gondolatainkat a szent és kegyelmes. Áldott Istennek, aki meghallgatja könyörgésünk, mint a szabad. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Megkérem a kedves testvéreket, hogy foglaljuk el helyünket, és a hirdetéseket hallgassuk meg őket. Hirdetem a testvéreket, hogy a mai délután, délután 5 órakor családi zenés istentiszteletet tartunk itt a templomban, kicsit más keretben, ifjúsági énekekkel, ugyanúgy ígére figyelve, ugye köré összegyűlve, ívünk és várunk mindenkit erre az alkalomra is. Hirdetem továbbá hétközi alkalmainkat, csütörtökön a szokás szerint 18 órától bibliaórát tartunk itt a kis teremben, pénteken 18 órától tartjuk alfa kurzusunkat, várunk és hívünk mindenkivel szeretettel. Valamint hirdetem a testvéreknek, hogy a rákövetkező héten, vasárnap, május 1-én Isten tiszteletet tartunk itt a templomban a szokott időben 10 órától, valamint ezen a napon, május 1-én hálát adunk a mi mennyei édesanyánknak, az édesanyánkért. Úgyhogy így készülünk erre, hogy május 1-én hirdetem továbbá, május 7-én szombaton ökumenikus dicsérítést tartunk Nagykanizsára a Honvéd Kaszinó tükörtermében 19 órai kezdettel. Erre az ökumenikus alkalomra is hívunk és várjuk meg itt szeretettel. Figyelmén ajánlom a testvéreknek az adakozást, úgy választolja jó kedvel, jó szívvel adakozunk, szeretni és megáldja az Úr. Köszönöm szépen a figyelmet, Isten legyen gyülekezetünk bűnző és megtartó pásztora. Isten tiszteletünk végén áldásra készülve énekeljük a 299. dicséretünket, mind az öt versével a 299. dicséretünk első verse így kezdődik, Jézus hívvár zúgónai életünk.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtasson át orcáját az Úr, és könyörüljön rajta. Fordítsa feléd az Úr szem, és kegyelmes orcáját. És adjon békességet néked, Szent Fia, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Áldás békesség, Istennek. További szép és áldott